A kritikusan veszélyeztetett madárfajnak először született utóda hazánkban. A Nyíregyházi állatparkban élő tenyészpár csak nem 20 éve költözött Sóstóra. A két madár hosszú ideig nem mutatott érdeklődést egymás iránt, de idén januárban fészket raktak, és az egyetlen tojásból 55 nap alatt kikelt a fióka. A rohamos gyorsasággal növekvő kismadár eddig egy látogatóktól elzárt részen élt, most azonban, hogy röpképessé vált, ideje volt az áttelepítésnek. A keselyű család azonnal birtokba vette a Tarzan ösvényén látható röbdét, ahol marabukkal, afrikai sasokkal és kaffer szarvasvarjúval élnek közös röbdében. Az anya és apa állat meg is erősítette egy fészket a kifutó legmagasabb pontján, és az anya és a kicsi leginkább ott tartózkodik. És nagyon érdekes, mi is meglepődtünk, hogy mindösszesen fél éves állatról van szó, de már szinte anyányi nagyságú a fióka, aki még anyai gondoskodásra szorul, előszeretettel szokta etetni a mama a kicsinyét a látogatók előtt is. Az impozáns megjelenésű állatok a közepes termetű keselyű félékhez tartoznak. Szárnyfesz távolságuk 220-240 cm. Afrika trópusi vidékein élnek, a természetben kizárólag nagyobb állatok tetemével táplálkoznak, ezáltal mindennapi életük függ a patások vonulási útvonalától. Az élelemszerzésért sokszor napi 150 kilométert is megtesznek. A karvajkeselyüket a levegő bajnokainak nevezik. Általában 6000 méter körüli magasságban tartózkodnak, de megfigyelték már 11000 méteren is. Erre azért képesek, mert vérükben a hemoglobin olyan különleges változata található meg, amely erősebben kötődik az oxigénhez, így a kis légköri nyomás ellenére képes a szükséges mennyiség megkötésére. A karvajkeselyűt a Természetvédelmi Világszövetség először 2007-ben sorolta be fenyegetett kategóriába, majd 2012 és 2014 között veszélyeztetettnek nyilvánították. Mivel állománya napjainkban is folyamatosan csökken, élőhelyei elvesztése, illegális kereskedelme és a megmérgezett táplálék állatai okozta pusztulása miatt 2015 óta kritikusan veszélyeztetett fajjá vált.